Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kevéssel több, mint egy hét van még az önkormányzati választásig, így időszerű, hogy önálló műsorokban megismerjék a polgármester jelölteket. Négyen vannak, mi már szeptember 19-én nyilvánosan kisorsoltuk itt a szerkesztőségben bemutatásuk sorrendjét. Janicsak Dávid, Vitális István, Papp Ferenc és Eke István jön majd hozzánk egy-egy este. Ma, holnap, hétfőn és szerdán találkozhatnak velük egyenként, este 19:25. A sorozat végét egy vitával zárjuk majd pontosan egy hét múlva csütörtökön este. Műsorunkat ma is élőben sugározzuk, sőt, a Facebookon is követhetnek bennünket, ugyancsak élőben. Tegnap az Ózdiakért és Ózdért Egyesület programját képviselőjelöltjeit mutattuk be, ma pedig egy önálló műsorban polgármester jelöltjük, Janicsak Dávid következik. Kezdjük is, tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Janicsak Dávidot, polgármester urat, polgármester jelölt urat, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület polgármester jelöltjét. Jó estét kívánok! Kezdjük most azzal egy kicsit civilben, tehát tegyük félre a polgármesterséget, hogy ki is az a Janicsak Dávid? J. Dávid 32 éves ózdi lakos, aki most már 5 éve ismert lehet sok mindenki számára, de civilben olyan vagyok szerintem, mint bármilyen más ember. Szeretem, hogyha van egy kis szabadidőm, szeretek a természetben lenni, szeretek barkácsolni, szeretek mindent megjavítani a ház körül, akár a kőműves munkákra gondolunk, akár villanyszerelési munkákra. Szeretek beletanulgatni ezekbe a kis szakmákba, nyilván csak otthoni szinten. Szeretek főzni, szeretem az állatokat, van is két szép német juhászom, és egy nyuszim is van. A nyuszit a párom hozta, amikor hozzám költözött, ugyanis mennyasszonyom van. A következő esztendőben tervezzük az esküvőnket. És hát egyébként a hivatásomon kívül úgy élem a mindennapjaimat, mint bárki más, szeretek találkozni a barátaimmal is, de a hivatásom az életem is. Tehát azért azt nagyon sokan tudják, akik kapcsolatot keresnek velem, hogy bármikor elérhetnek, úgyhogy az életem nagy részét most már 5 éve inkább nem a civil élet, hanem a hivatalos élet tölti ki. 2014 az egy fontos mérföldkő volt az ön életében. Hogyan emlékszik erre az időszakra? Igen, 2014 egy jelentős esztendő volt, sok választás volt, és az októberi választás aztán még ismétlésre is került, hiszen először 66 szavazattal nyertem, majd ugyebár a Fidesz-KDNP kiharcolta, hogy meglegyen ismételve a választás, ekkor viszont az ózdiak már büntettek, és nem 66 szavazat különbséggel, hanem 5000 szavazat különbséggel nagyságrendileg nyertem meg a választást, és nyertem el a bizalmukat. Akkor egyébként, hogy tényleg magánoldalról közelítsük meg egy kicsit, már régóta vártam, hogy vége legyen a kampányidőszaknak, és talán nem is gondoltam, hogy a polgármesterség még keményebb lesz, mint bármilyen kampányidőszak, hiszen az elkövetkezendő hetek, hónapok igencsak sűrűre sikeredtek, nem csak azért, mert meg kellett ismerni egy város működését, és azonnal tenni kellett és dolgozni kellett, hanem azért, mert a média hatalmas érdeklődést mutatott. Na ez az, amire főként nem gondoltam, hogy azzal fognak eltelni a napjaim, hogy egyik tévécsatornától a másikig járok élőadásokban, ha pedig hazajövök, akkor a hivatalban már több médium is ott vár, tehát a BBC-től a Reutersen keresztül a Washington Postig mindenki járt itt, és főként a helyi médiumok kérdezgettek a választási sikerről és a terveimről. Elég sűrűre sikeredett 2014 így, kellett is, hogy 2015 eljöjjön, mire a ritmust fel lehetett venni, de én úgy gondolom, hogy egy igen komoly időszak kezdődött, egy olyan időszak kezdődött, amikor normál civil polgárból egyszer csak fel kellett nőni ahhoz, hogy egy várost vezessen az ember. Nagyon fiatal, 27 éves volt. Igen. Akkor, most is fiatal még természetesen. Talán a legfiatalabb polgármester is volt, vagy azok közé? Nem, voltak fiatalabb polgármesterek kisebb településeken, ekkora településen talán akkor a legfiatalabb voltam, de egyébként Lázár János és Kocsis Máté szintén 27 évesen lettek polgármesterek, úgyhogy hallottam is, hogy így hárman voltunk azok, akik nagyobb településen polgármesterséget nyertünk, pont 27 évesen. A korát ugye sokszor elő is hozták ebben az 5 évben, de nyilván... Igen. A 27 éves Janicsak Dávidhoz képest, 5 évvel később már egy más sik Janicsak Dávid ül velem szemben.
Úgy gondolom, hogy 5 év alatt mindenki nagyon sokat változik, a belső értékeit nyilván megtartva, de az élet mindenkit megedz. Nekem ebből különösen kijutott, hiszen azért láthattuk, hogy elég komoly meghurcoláson mentem keresztül. Nyilván az volt a terv, hogy ezzel gyengítsenek, de hát erősítettek vele, és felnőttem ezekhez a rágalmakhoz is, hogy lelkileg ezt el lehessen viselni. Nem könnyű egyébként, de az ember beleedződik, és nyilván a városvezetés az pedig segített abban, hogy az ember férfivá éredjen, hiszen nap mint nap, ahogy szoktuk a hivatalban is beszélni, egy nap meg kell hoznunk 5-6 olyan döntést, amit civil életben, ha élnénk, akkor lehet, hogy csak egy évben vagy 2 évben kell meghozni ennyi komoly döntést. Ehhez komoly szellemi felkészültségre van szükség, és komoly rendszeres pihenésre, hogy az ember tudja minden nap a maximálisat hozni. Az elmúlt 5 év legnagyobb eredményének mit tart? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évnek nem egy legnagyobb eredménye van, hanem nagyon sok olyan jelentős eredménye van, ami említésre méltó. Többek között az, hogy több mint 8 milliárd forint érkezett a városban, aminek a felhasználását észszerű keretek között, és megfelelő kivitelezőkkel tudtuk ellátni. 19 projekt van folyamatban ebben a városban, és ezeket a legtöbbét egy kivételével a csatornázáson kívül mind ebben a ciklusban nyertük el. Tehát maga ez egy hatalmas eredmény. Hatalmas eredménynek tartom azt is, hogy egy ilyen nehéz ciklus során a várost fejleszteni tudtuk, és hogy tényleg napról napra az embereknek rendelkezésre álltunk, és hogy végre egy olyan városvezetés van Ózd városában, akiknek tényleg az emberek, az itt élők az elsők, és nem esetleg egy központi pártutasítás. Azt tegnap már tisztáztuk, hogy még mindig Jobbik elnök itt a városban, volt országos alelnök, most pedig mégis párt független programot hirdet. Hogy van ez? Én úgy gondolom, hogy külön kell választani a politikát. Tehát van az országos politika, arról mindenkinek meg lehet a véleménye. Ahogy nem tudom, tegnap említettem, de ha nem, akkor most említem, hogy a csapatunkban vannak olyanok is, akik országosan a Fideszre szavaznak. Vannak olyanok is, akik a DK-ra, akik az MSZP-re, és akik a Jobbikra. Tehát széles a skála. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkitől elvitathatatlan. Egy dolgot viszont le kell fektetni, és erre nekem is rá kellett jönnöm. És ez például a változásnak az egyik jelentős ismérve, hogy az önkormányzatiságban, hogyha pártpolitika van, az csak egy újabb fölösleges törésvonal. Erre nincsen szükség. Az ózdiak nem kíváncsiak arra, hogy valaki úgy hoz döntést az önkormányzatban, hogy a párt szimpátiája alapján, ők arra kíváncsiak, hogy ki az, aki az ő érdekükben hoz döntést. És láthattuk ebben a ciklusban, hogy sajnos volt egy párszor olyan testületi ülésünk, amikor el is mondta a Fidesz-KDNP, hogy már pedig ő most pártpolitikai alapon nem fogja megszavazni ezt az előterjesztést. Nem azért, mert szakmailag kivetnivalót lát benne, vagy azért, mert éppen a városnak ő szerintük ez nem lenne jó, hanem pusztán csak politikai okokból. Na erre nincsen szükség az önkormányzatba, és hogyha mások nem is, mi legalább levetkőzzük magunkról a pártpolitikát Ózdon, és tényleg csak az ózdiakért és Ózdért akarunk dolgozni. A tegnap esti adásban részletesen bemutatta a csapat tagokat, de azért ma is beszéljünk néhány gondolatban arról, hogy milyen csapat is áll ön mögött. Egy olyan csapat áll mögöttem, akik egyébként képzettségüket tekintve is kimagaslóak, hiszen 9 diplomás van közöttünk, van, akinek 2 diplomája is van, de nem ebben mérik egyébként az ember súlyát. Nekem sokkal fontosabb az, hogy mind olyan tennivágyó emberek, akik alig várják, hogy elkezdhessék a munkát, akik pedig már most is regnáló képviselők, alig várják, hogy folytathassák azt, hiszen az életük részévé vált, vagy az életük részévé kezd válni ez a munka. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép hivatás az, amikor nem magunkért, hanem másokért dolgozhatunk, és olyan eredményeket érhetünk el, amivel alkotni lehet. Hiszen, hogyha a lakosság kér valamit, vagy sikerül valamilyen fejlesztést elérni, akkor az egy alkotás, hiszen mikor megyünk az utcán, akkor látjuk azt, hogy igen, ebben az én kezem munkája is benne van, vagy ez az én döntésemnek az eredménye, vagy ezért én lobbiztam nagyon sokat, hogy sikerüljön, vagy én intéztem el, én nekem sikerült rá költségvetésből forrást biztosítani, és ez nagyon szép. Ez ahhoz tudnám hasonlítani, mint valaki otthon a lakásában valamilyen dekorációt elkészít, vagy amikor sikerül elérni azt, hogy a nyílászárókat kicserélje. Ezek nagy dolgok, és jól esnek az ember lelkének, és sokkal több jó érzést ad, hogyha mindezeket nem magunkért, hanem másokért tehetjük. Vannak ilyen emberek, hál' Istennek, akik hivatásuknak tekintik a demokráciának a gyakorlását, és bízom benne, hogy meg is kapják a bizalmat majd a választóktól, és tényleg értük tudnak dolgozni. Én ezt
elmondtam már 2014-ben is, hogy milyen képviseletet tervezünk az önkormányzatban, és nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült megvalósítani, nem csak nekem, hanem azoknak a képviselőknek is, akiket az én csapatomból akkor megválasztottak, és büszke vagyok arra, hogy helytálltak, és tényleg követik azt az elvet, ami mindig is a sajátunk volt, hogy a demokráciának az a lényege, hogy emberek egy csoportja kiválaszt valakit maguk közül, akit megbíz azzal, hogy az ő érdekeit képviselje, és ne elforduljon tőle, vagy ne elküldje valahova, hanem tényleg, amit ő akar, azt valósítsa meg. Valamit azonnal meg lehet valósítani, valamit később lehet megvalósítani, de ezen dolgozni kell. A sokszínűség akkor itt egyértelműen előny, nem hátrány? Már hogy lehetne hátrány a sokszínűség, hiszen a városunk is sokszínű, magyar társadalom is sokszínű. Tehát nagyon sokfajta ember van köztünk, vannak aktív dolgozók, vannak nyugdíjasok, vannak fiatalok, vannak diplomások, vannak szakmunkások, vannak férfiak, nők, és vannak különböző szakmával foglalkozók. Én úgy gondolom, hogy egy testület akkor jó és működőképes, hogyha minden területet, minden, a társadalomnak minden szegmensét lefedik a képviselők. Hiszen a nők például érzékenyebbek, a férfiak racionálisabban gondolkodnak, és hogyha valaki hoz egy ötletet, amit meg kell beszélni, akkor jó, hogyha egy olyan csapatban tudja megbeszélni, ahol többfajta ember van, és több oldalról lát bizonyos dolgot. A látásmódok ugyanis szükségesek ahhoz, hogy utána sikerüljön a lehető legjobb választást, a legjobb döntést meghozni. Beszéljünk most akkor egy kicsit a programról. 16 percünk van még az adásból. Három terület témaköré csoportosítható ez a program. Ugye a munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztés és a gondoskodás. Nézzük akkor ezeket a területeket. Munkahelyteremtés. A munkahelyteremtés, nem is jó talán ez a kifejezés, hogy munkahelyteremtés, hiszen teremteni csak a jó Isten tud, az önkormányzat pedig munkahelyeknek tud megfelelő feltételeket biztosítani. Az elmúlt évben is tapasztaltam azt, hogyha volt érdeklődő a városban munkahely létrehozására, akkor nem igazán lehetett megfelelő területet kínálni számára. Ugyanis a jelenlegi Ózdi Ipari Park, ami a gyárnak a régi területét jelenti, az egy úgynevezett barnamezős ipari terület, ami azt jelenti, hogy szennyezett a talaj. Na most egy ilyen szennyezett talajon a mai jogszabályi háttér mellett nem igazán lehet új építkezést elvégezni, csak hogyha mondjuk talajcserét folytat, ami igen csak költséges. És a városnak nem volt egy olyan egybefüggő területe, ami elő lett volna készítve már az ide érdeklődő vállalkozók számára. A táblai temetővel szemben van egy 27 hektáros összefüggő területünk, ennek egy részét ajánlottuk fel egyébként a börtönberuházás céljára is. Itt sikerül megvalósítanunk azt a zöldmezős ipari területet, ami azt jelenti, hogy egy olyan terület fog elkészülni, ami infrastruktúrával előkészített. Vannak benne feltáróutak, van benne közvilágítás, ott lesz a közműsáv, tehát hogyha valaki ide kíván majd jönni, akkor ezen a területen felépíti a maga csarnokját, és azonnal csatlakozhat minden közműhöz, és azonnal megoldott számára a szállítási lehetőség is, hiszen egyébként nagyon jó helyen van, a 26-os főút van mellette, valamint, vagyis nem a 26-os, itt még 25-ös, a 25-ös főút, és egy vasúti sín is van mellette, az iparterület mellett. Itt már elkezdődtek a munkálatok, jelenleg a területnek a feltöltése zajlik. Ez egy nagyon nagy hiányossága a városnak, hogyha ebben a 30 évben valamikor hamarabb ezt megvalósították volna, most már jelentős eredmények lennének. Salgótarjánban 10-15 évvel ezelőtt valósították meg, és beszéltem az ottani polgármesterrel, azóta az ottani zöldmezős ipari parkot úgy sikerült benépesíteni, hogy több mint 1700 főnek adnak munkát az ott lévő vállalkozók, és több mint 300 millió forint iparűzési adót termelnek Salgótarján városának. Ha nekünk is sikerül ezt meglépni, akkor Ózd előtt új perspektívák nyílnak ki, hiszen lesz hova dolgozni járni. Bízunk benne, hogy sikerül olyan befektetőket találni, akik normális béreket is fognak fizetni, hiszen ez a legnehezebb. Munkahely jelenleg is van a városban, csak a bérek színvonala az, ami magasabb kellene, hogy legyen. És a másik pedig az, hogy a város olyan jelentős adóbevételekre tehet szert, aminek köszönhetően a program többi elemét sokkal kényelmesebb lesz megvalósítani, bár jelenlegi körülmények között is megvalósítható az összes pontunk. Léphetünk a következő területre, az infrastruktúra fejlesztéshez mi tartozik?
Az infrastruktúra fejlesztés is nagyon fontos, hiszen megválasztásom után azonnal olyan problémákkal szembesültem, amikkel már 40 évvel ezelőtt is szembesülhettek volna, hiszen a városban most már kevesebb, de még jelenleg is nagyon sok olyan út van például, ami még soha nem látott szilárd burkolatot, nem volt aszfalt réteggel ellátva, sok helyen a járdák 60 évvel ezelőtti állapotban vannak, sok helyen nem is voltak járdák. Mi elkezdtük a járdaépítést, elkezdtük a járdák felújítását, és elkezdtük az útaszfalt is, csak ebben az esztendőben körülbelül 200 millió forintot költöttünk önerőből erre a területre. Én úgy gondolom, hogy ezt tovább kell folytatni, és sokkal inkább be kell vonni a lakosságot a döntésekbe. Eddig is bevontuk őket sokszor, tehát a járdák azok például úgy alakultak az elmúlt időszakban a városban, hogy ahol kérték, hogy épüljön járda, vagy ahol láttuk, hogy szükséges, ott építettünk. Nagyon sok ilyen hely van még, de ezeket is folytatni fogjuk, és ugye a járda elemeket is már saját magunk gyártjuk az értékteremtő közmunkaprogram keretében. És az infrastruktúra fejlesztésnek van még két nagyon jelentős pontja. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy minél több parkoló legyen a városban, hiszen megszaporodtak a személyautók, és nem tudnak hol parkolni. Nagyon-nagyon sok olyan hely van már, ahol egymás hegyén hátán állnak az autók. Nagyon fontosnak tartom, hogy újabb parkolókat alakítsunk ki, de úgy, hogy a zöld területek is megmaradjanak, vagy ha valahol elveszlődik a zöld területből, akkor máshol pótoljuk azt. Ezért a fásítást is nagyon fontosnak tartom, hogy minél több fát ültessünk, nagyon sok előregedő fa van a városban, ezeket is pótolni kell, és a városnak ezt a gyönyörű parkos jellegét meg kell tartani. Én szoktam sétálni a környező dombokon, és mindig csodálattal tölt el, hogy lenézek egy 36 ezres városra, és azt látom, hogy egy parkból néhol egy-egy betonépület kiemelkedik. Ez szerintem csodálatos, hogy ennyire zöld a városunk. És van még egy nagyon jelentős pontja az infrastruktúra fejlesztésnek, ez pedig az akadálymentesítés. Nagyon sokan közlekednek kerekesszékkel, akár babakocsit tolnak, akár most már ezekkel a kis mopedjárművekkel, vagy akár csak kerékpárral, mondjuk nekik készül a kerékpárút. Fontos, hogy ezek az emberek akadálymentesen használhassák a várost. Gondoljunk bele, hogy kerekesszékes embereknek vannak olyan területek, amik megközelíthetetlenek önerőből, ezeken kell változtatni. Ebben a ciklusban Ganyi Károly segítségével ő indította el ezen az úton, már elkezdtük az akadálymentesítést. Ebben az évben is folyamatos volt a munka, de az egész város akadálymentesítéséhez még idő kell. És én úgy gondolom, hogy talán az infrastruktúrához lehet sorolni a közvilágítás fejlesztését is. Ózd városában a ledes korszerűsítés még nem történt meg, csak a Nemzetőr út egy részén, ott egy teszt jelleggel készítette az Émásza hálózatnak a fejlesztését, ugyanis több ledes lámpatestből is lehet választani. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ne essünk olyan hibába, mint más települések, hogy sötétebb lett a ledes lámpától, mint a régitől. Ki kell választanunk a lehető legmegfelelőbb megoldást, mind finanszírozási konstrukcióban, mind pedig technikai szempontból, hogy városunk fényes, biztonságos, energiatakarékos és modern világítást kaphasson. És akkor a program harmadik nagy területe a gondoskodás. A gondoskodás, igen, ahol nekünk is át kell csoportosítanunk az erőforrásainkat, és a gondoskodás területén is két jelentős területet szeretnék kiemelni, hiszen az utóbbi időben talán nem teljes mértékben fordítottunk elő figyelmet a szociális ágazatra, ami egyébként megfelelően működik, de működhetne sokkal jobban is. Én úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni ezt a területet, főként az idős gondozás területén. Igyekezni kell azon, hogy újabb idős otthont vagy idős otthonokat nyithassunk, a meglévőket fejlesszük, az ott dolgozók megfelelő bérezésben részesüljenek, mind azért, hogy az ott lévő idősek, akik egy életmunkáján vannak túl, a lehető legjobb ellátásban részesülhessenek. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és a zászlómra tűztem. Ezek mellett az elesettekről való gondoskodáson is szeretnék változtatni, szeretném az átmeneti szállót, az éjjeli menedéket megerősíteni, hogy ott azok az emberek, akik rászorulnak, megfelelő körülményeket kaphassanak minél hosszabb időn keresztül. És az embereken kívül van még egy terület, ugye mondtam, hogy nagyon szeretem az állatokat, 2014-től Ózdon nincs is altatás, tehát az Ebb telepen nincsen altatás,
Ez azonban újabb problémákat szül, hiszen egyre több a kóborkutya, akit nehezen tudunk elhelyezni, bár új app telepet nyitottunk, ahol sokkal több a férőhely, és megfelel már most minden jogszabálynak is. Én azt gondolom, hogy az állatvédőkkel, az egyesületekkel szorosabb együttműködésre van szükség, és akár egy ivartalanítási program mellett egy sokkal erősebb gazdikereső programmal meg kell oldani a kóborkutyáknak a helyzetét Ózdon, és el kell érni azt, hogy ne legyen a városban olyan ebb, akinek nincsen gazdája, és akiben nincsen csip. Ennek a programnak a megvalósításához nagyon fontos az, hogy mindenki minden szinten tegye a dolgát, erről tegnapi adásban is beszélt. Az együttműködést ezt kivel és hogyan tervezi? Én mindenkivel tervezem az együttműködést, nem véletlenül indulunk függetlenként az egész csapatban, egy civil szervezet zászlója alatt. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenkivel együtt tudjunk működni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha ezt a függetlenséget valóban komolyan gondoljuk, ezért nincsen olyan párt ma Magyarországon, akivel ne lennénk nyitottak az együttműködésre, nincsen olyan civil szervezet, akivel ne lennénk nyitottak az együttműködésre, és nem csak, hogy nyitottak vagyunk, de a választás után mi magunk fogunk felkeresni minden olyan szervezetet, aki segíthet abban, hogy ezt a várost még előrébb vigyük, és ehhez mindenkinek meg kell tenni a saját dolgát, és mindenki másnak is nyitottnak kell lennie. Én úgy gondolom, hogy a választói akarat az felülírhatatlan lesz, bárhogy is alakuljon ez a választás, be kell állni abba a sorba, amit a választók számunkra kijelölnek. A kormánnyal is fog működni ez az együttműködés? Természetesen, és egyébként eddig is működött, tehát aki azt mondja, hogy ez nem működött, az hazudik, hiszen meg kell nézni a költségvetésünket, évről évre kaptunk állami forrásokat, pályáztunk is, és megkaptuk azokat a szükséges kiegészítő támogatásokat, amik szükségesek voltak a város működése szempontjából. Gondolok itt akár csak az orvosi perekre, ami komoly váratlan kiadást jelentett az önkormányzat számára, és a kormányzati támogatásból visszakaptuk az összegnek egy jelentős részét. A szociális ágazatban is kapunk plusz támogatást a kormányzattól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ahogy tegnap elhangzott szintén itt a stúdióban, Magyarország kormánya mindenki kormánya kell, hogy legyen, és mi is nyitottak vagyunk arra, hogy akár még szorosabb együttműködést hajtsunk velük végre. Ön 5 évvel ezelőtt emberközeli városvezetést hirdetett, a kommunikációja messze földön híres, még az ellenségei is elismerik. Hogyan tudta ezt megvalósítani, vagy miből áll ez az emberközeli városvezetés? Szívből kell csinálni. Ez a rövid válaszom. Ennyire egyszerű. Tehát én nem gondolom, hogy jók a kommunikációs képességeim. Bennem egy dolog jó a városvezetéshez, az pedig az, hogy szívből csinálom, és nincsen nehéz dolgom, mert nem kell azon gondolkodnom, hogy mit mondtam tegnap, ma is azt mondjam. Én mindig csak az igazat mondom, és mindig csak őszintén kell válaszolnom, nincsen semmi elrejtegetni valunk, és azt gondolom, hogy amit az ember szívből csinál, arról tud is beszélni. Az pedig hozzátartozik egy városvezetéshez. Nekem ezt a főiskolán megtanították, hogy egy demokrácia hogy működik. Ha valaki ezt elvállalja, akkor nem zárhatja be a kapukat az emberek előtt, nem zárhatja be a kommunikációs csatornákat, hanem ki kell nyitni, hiszen mi azért vagyunk, és ezt 2014-ben kinyitottuk, és most már az emberek talán is felejtették, hogy milyen volt 2014 előtt kommunikálni a városvezetéssel, semmilyen. Jelenleg pedig annyi, hogy a Facebookon rám kattint és rám ír egy üzenetet. Ma is csak 3 embernek segítettem a délelőtt folyamán, amikor hozzám kérés érkezett be, és hál' Istennek délután megkaptam a köszönő üzeneteket is, amik számomra azt bizony, hogy sikerült elintéznem a problémájukat. Mindig kérem is őket, hogy jelezzenek vissza számomra, hogy a probléma megoldása sikerült-e, hiszen nem tevőlegesen én magam intézem el, hanem a megfelelő szervezeteket kérem meg arra, hogy elvégezzék azt a megoldást, amire szükség van. Én úgy gondolom, hogy ezt a továbbiakban is fent kell tartani, sőt, még talán erősíteni is kell rajta, hogy minél gyorsabban és hathatósabban tudjunk segíteni az itt élőknek. Azért az 5 év során ebben a kommunikációban volt egy kis finom hangolás. Mire gondol? Hát a tapasztalatai alapján ugye változtatott, tehát nagyon nagy hévvel indult el. Ja, igen. Például a közösségi portálon a különféle posztokkal. Igen, értem most már, igen, mert 2014-ben úgy kezdtem, hogy minden napomról beszámoltam részletesen, és ugye ezt tettem ki a közösségi portálra. Itt azért történt finom hangolás, mert egy idő után az embereket nem érdekelte. Nyilván én sem nézném minden nap valakinek a posztját, hogy mit csinált egész nap. Írja le a lényeget és kész, igaz? És erre pár hónap után átszoktam, hogy csak a lényeges, a legfontosabb dolgokról adok tájékoztatást, de hál' Istennek minden nap van olyan, amiről tájékoztatást lehet adni, hiszen minden nap történik valamilyen eredmény a városban, ami előre mozdítja az itt élőknek az életét. Következő kérdésemre már részben választ adott, hogy szívből kell csinálni ezt a munkát, de mégis a polgármesteri munka mit jelent önnek? A polgármesteri munka számomra azt jelenti, hogy van egy város,
van egy városban 36 ezer élő, lélegző ember, akik élik a mindennapjaikat, és egy polgármesternek úgy kell dolgozni, hogy ennek a 36 ezer embernek a mindennapjai minél könnyebbek legyenek. Könnyebb legyen számukra a megélhetés szempontjából, könnyebbek legyenek a napok számukra a közlekedés szempontjából, és könnyebb legyen számukra a kikapcsolódási lehetőségek szempontjából is. Egy városi léthez nagyon sok minden hozzátartozik. Egy polgármesternek hatáskörétől függően, hiszen mindenre sajnos nincsen hatáskörön, a hatáskörétől függően meg kell tennie mindent azért, hogy az emberek jobban érezzék magukat nap mint nap, de legalábbis ne vegyenek észre problémákat, ha pedig észrevesznek, akkor azokat azon nyomban a lehető leggyorsabban teljesíteni kell, hogy megoldódjanak. Az én számomra ez egy szent hivatás, amit szeretnék még sokáig végezni az ózdiak érdekében, hiszen én akkor vagyok nyugodt, hogyha egyedül a városban sétálva köszönő és mosolygó embereket látok, sőt, akkor vagyok még nyugodtabb, hogyha bátran megmernek állítani és elmerik mondani a gondjaikat. Hál' Istennek sehol nem kell rejtőzködnem a városban, mert mindenhol mosolygó emberekkel találkozok, hisz én is mosolygok rájuk. Mosolyogni kell a világra, és a világ visszamosolyog ránk. Volt egy országgyűlési képviselőválasztás, amikor ön mandátumot szerzett, és ön ezt a mandátumát visszaadta, akkor azt mondta, hogy Ózdot választotta. Miért döntött így? Így van, tehát 2018-ban a Jobbik Magyarországért mozgalom megtisztelt azzal, hogy a listájának a 10. helyén szerepeltetett, aminek köszönhetően én az országgyűlésben mandátumot szereztem. Átvettem a mandátumomat, beültem a parlamentben, megnéztem az alakuló ülést. Én viszont jeleztem számukra egyébként már akkor is, amikor a választás megtörtént, hogy én továbbra is Ózdot szeretném képviselni. Sokan megkerestek egyébként, hogy ne legyek buta és vállaljam el, menjek az országgyűlésbe, mégiscsak egy gyönyörű dolog ott ülni. Egyébként tényleg még csodálatosabb dolog lehet egy egész országnak segíteni. Azonban én azt gondolom, hogy az ózdiak engem 5 évre választottak meg. 4 év után nem hagyhattam volna itt őket, hiszen akkor a polgármesteri mandátumomról le kellett volna mondanom. Az én megbízatásom jövő hét vasárnapig szól, és utána bátran állok az emberek elé, hogy megmérettessem magam. És egyébként én a jövőben sem szeretnék az országos politikával foglalkozni, hanem csak szeretett városommal. Én mind a 32 évemet itt éltem le, jövőben is itt szeretnék élni. Ugyanazokon az utakon járok, mint más ózdi emberek, ugyanazokat a járdákat, ugyanazokat a boltokat, ugyanazokat a hivatalokat használom, és szeretném, hogyha ezek évről évre egyre jobb minőségben lennének használhatóak, és egyre élhetőbb lenne a város. Én ezért szeretnék dolgozni, és az ő bizalmukat megszolgálni, és kiérdemelni azt. Nagyon jól gazdálkodott az idővel, 2 perc, 7 másodperc van még hátra, és ez tulajdonképpen nagyon. Már a záró kérdésem következik, amit nyilván így bővebben kifejthet. Arra lennék még kíváncsi, hogy kinek a szavazatára számít majd október 13-án, és hogy jelente az ön számára valamit, hogy az első helyen van a szavazólapon? Ha marad idő, akkor felajánlom valaki másnak, jó? Én október 13-án mindenkinek számítok a szavazatára, aki szeretné, hogy Ózd továbbra is egy olyan város legyen, ahol meghallgatásra találnak, ahol a polgármesterrel lehet találkozni, ahol a polgármester ott van a rendezvényeken, ahol együtt örül, együtt sír a lakossággal, de inkább örüljünk. Én azt gondolom, hogy véget kell vetni a pártoskodásnak az önkormányzatiság tekintetében, úgyhogy én nem is mondanám azt, hogy bal vagy jobb oldali szavazatokra számítok, számomra nincsenek ilyen szavazatok, én ózdi szavazatokra számítok, szeretném azt, hogyha minél többen elmennének, hiszen ez a legfontosabb, hogy aznap menjenek el, és tegyék le a voksukat. Ki arra a jelöltre, akire szeretne, de menjen el szavazni. Őseink nagyon sokat küzdöttek, és rengeteg vért áldoztak azért, hogy szabad országban éljünk. Jelenleg szabad választásokra van lehetőség, nekünk pedig kötelességünk a demokráciában részt venni, hiszen a városunknak a következő 5 évét fogjuk meghatározni egyetlen egy nap alatt. Teljesen mindegy, hogy mi történik addig, de azon az egy napon el fog dőlni a városnak a jövője, és azon fog eldőlni, hogy ki személy szerint elmegye. Hiszen a több ezer szavazat, vagy a több száz szavazat a képviselőjelölteknek egy-egy szavazatokból tevődik össze. Mert hallottam olyanokat, hogy hát miért menjek én el szavazni, az az egy szavazat mit számít. Hát, ha minden csepp így gondolná a tengerben, és kiszállna, és párává válna, akkor talán nem lenne többé tenger. Nem szabad, hogy így gondolkodjunk, mindenkinek a szavazata értékes, mint saját maga, hiszen mindenki teljes jogú állampolgár ebben a városban, úgyhogy szeretném, hogyha nagyon sokan megtisztelnének egyébként a bizalmukkal a
jövő vasárnapi választáson engem és a jelöltjeimet is, hiszen ez nagyon fontos, hogy egy önkormányzat akkor fog tudni jól működni, hogyha a választott polgármester mellé az ő csapatából választunk jelöltet, hiszen akkor tudunk majd megfelelően együtt dolgozni, és én olyan jelölteket választottam magam mellé, akik ugyanazokat az elveket vallják, amit én, és együtt erősen tudunk Ózdért tenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Sok sikert és jó munkát még a kampány további részében önnek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, holnap este 19 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb önkormányzati választás 2019 című műsorunkkal. Folytatjuk a polgármester jelöltek bemutatásának sorát Vitális István független polgármester jelölttel. Azok, akik mai élőműsorunkról lemaradtak, ezt a beszélgetést is hamarosan megtalálják honlapunkon, az ovtv.eu-n, a Facebookon és a YouTube csatornánkon is. De lesz még jó néhány ismétlés is a következő 24 órában. Folytatás tehát holnap, amikor Vitális István független polgármester jelölt lesz a vendégünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Viszont.